Igen, kérdeztem feljebb, csak igen. Mit? Hallod? Toltad már? Aha! Nem. Jó, nem láttam azt üzenetet, elnézést kívánok. Nem toltam, de akartam. Mostanában nagyon nagy divat lett ebbe ezekben a horrorjátékokban, hogy nem szabad beszélni. Nem értem, mire jó az, mert ugye streamereknek az pont, hogy nem jó az, hogy nem beszélhet. Hú, de van villany mindenhol, oda nézzé. Elmentjük a játékot. Hát, hogy sajnálom, pedig kimaradsz ilyen nagy nevetésekből, meg minden. Nagyon jó volt tegnap. Ebbe szabad, csak akkor, amikor kell szólogatni a mamit. Aha. Lehet, hogy a jövő héten fogom én azt tolni. Ez mi a faszom, ez a pálinka? Egy üveg vodka itt volt, nem volt itt korábban a pálinka, fixen. Fix, hogy nem volt itt. Ebbe bele kell basztom oldószert. Oda néz. Dur. Nem, mégse. Pedig ma azt hittem. Jó, és most mi a feladat? Keresse meg a családi gyűrűt, tudja meg, mi rejtezik a szekrényben. Rejtőzik. Rejtezik. De a kombinációt még nem találtuk meg, nem? Aha, itt is van egy vodka. Na, ez ugyanaz az alkoholista ember, mint én amúgy. Azt kell, hogy mondjam. Tiszta demologiszt? Már itt az a... Supernatural? Hát az elején, ezt bírom amúgy. Nem kapcsolom ki. Kurva vagy? Persze, hogy egy jó nagy. Pénzé szopok, gombok, larok, minden ilyesmi, érted? Mindenféle ilyen dolgot csinálok. Nem szégyelem. Esténként kint állok utcasarkon. Várva a ügyfelet. És mikor megállnak mellettem az autóval, szakadó esőbe, megkérdezik, hogy szia, szia, van gazdád? Mondom, hogy nincs. De ha dobsz egy 20-ast, akkor ezt. Ja, hogy a szólongatni kell. Aha. Hát majd bekapcsolódok, de hát nézni nem fogom, mert hát ugye még én is ki akarom durrantani majd. D-dur. Я не знаю комбинацию. Не знаю комбинация, не знаю. На хола виллайц. Это вот. Ха-ха. Ха-ха. Дочит. Я фасей капчу, дикит ла лампа, а будь. Вот за курва лампа, это фейшу. Ха-ха. Oké, okay, ki vagyunk mi? Na. Semmi kiégések. Az már milyen képfőrakás, nézzétek már meg. Az igen. Azért adtan az, volt 200-ikó annál képfőrakásnál. Jó napot kívánok. Szóval meg kellene találni a gyűrűt, meg ez a hülye kombinációt. Ott is van egy vodka. Ugye van egy családi porcelánunk, porcelán. Vére? Na, erre nem is gondoltam, látod? Nem. Na, már megint kopognak. Nem jössz be, köcsök, kalapos geci. Похоже, что сегодня 12 марта 57-го. Így van, pontosan ahogy mondta a fiatalember, 1957. március 12-ét írunk. Egy üveg vodka. Az mindenhol egy üveg vodka van. Mennyiből vehetett volna egy litert? Egy ilyen hülye lapos üvegeket vesz. Most tudja, a Timi van bent a itt? Fügyübe? De valaki fölbontotta a konzervot. Kezdj csókolom, valaki itt járt. Valaki itt járt, srácok, és valaki itt megdésbálta nekem itt a konzervjaimat. Fix info. Hova kellene rakni a porcelánt, amit találtam? Ez a game milyen jó fél? Hát! Azt hittem jobb lesz, de ilyen
ilyen keresgetős, tudod, ilyen, hogy most megkeresünk egy darab valamit, akkor megint tovább jutunk valamihez. Nem annyira horror, inkább ilyen keresgetős. Egy dolgot meg kell találni, aztán megint tovább jutok, egy dolgot megtalálok, és így tovább. Azt hittem én is, hogy picit ijesztegetősebb lesz, de nem. Te is szereted a kovácsos borkát? Bazd meg, mi jó abba? Szia, mami, mi a helyzet? Azért egy dög lehetett a mami a 50-es években. 40-30-ba. Érted? Nagy ribaszt lehetett, nézzétek ma meg ezt a frizurát. Érted? Igaz, hogy ez a pulcsi izé nyakig fő volt durrantva, de el tudom képzelni, hogy azért nyomta neki esténként. Nincs is jumpscare? Jumpscare annyira nem volt még, na? Az annyira nem volt jumpscare, inkább ilyen oda nézek, ott van valami stílus, tudod, így oda nézek valahova, most ott van egy fej, vagy kéz, inkább ilyenek. De ilyen jumpscare, vagy előbb kergetett egy fütyi, persze nem szó szerint. A gyűrű benne van, fiam. Hogy mi? Mibe? Ki neked a fiad? Mi a faszomban van egy gyűrű? Ebbe? A főoldom. Szétverem. Szétollózom. Hol van benne? Szia? Azt mondja, hogy adnám, hogyha kergetne egy fütyű. Hát igen, hogyha nem horoszoznám ám, akkor kergethetne téged több fütyű is egyszerre. Csak úgy mondom. Nem is egy, hanem több. Érted? A gyűrű benne van, fiam. Mármint a írógépben lenne benne a gyűrű? Szerintetek? Elég egy fütyű is? Szóval, ha beérjed, akkor egy fütykössel nem kell több. Virsli party. Virsli party. Emlékeztek arra a mesére? Az normális, hogy ég a rum a gyomromba? Valamilyen égést érzek. Pontosan. A gyűrű benned van, fiam. A gyűrű tovább él benned. Jó, meg kell találnunk azt a kurva gyűrűt. De mire jók ezek a vodkák? Oldószert, nem tudom. Kombájnozni tudom, érted, de mivel? Mivel kombájnozzam? Lállítsuk a zenét, lehet, hogy az a baj. Itt mindent lehet képzelni. Hú, ez egy zacskó tej, ezt szeretném mondani, hogy ez egy fél literes zacskó tej, ez amit itt láttak, ez a háromszög. Szóval... itt ez a szar ezekben a játékokban, hogy amíg nem találod meg azt, hogy mi van, addig így szopóroller van. Miért van egy ilyen sötét? És valaki szopat és kapcsolgassa ezt a kurva lámpát? Hello? A gyűrű benne van. Ennyit ír ez a agyhalott, érted? A gyűrű benne van. De most mibe? A mosógépbe? A írógépbe? Vagy hol? Nagyi. Nem tudok írni, hogy hi. Mondjuk ezeket betűkkel nem ismerem ki magam. Azt a jó büdös nedves mákos rétes faszát! Úristen! Mi a szar? Hogy még ki is léptem a játékba, bassz meg. Azt a kurva, Michael! Szia Michael, hello, szia! Na, jumpscare. Megoldotta Michael a jumpscare-t. Köszönöm szépen. A 500 csírt, te állat. Bazd meg. Jó, erre most nem számítottam idegileg. Ez nagyon kegyetlen, igen.
Csak rögtön be is ugrottam a sarokba, abba a pillanatba. Nagyon szépen köszi, Michael! Köszi, köszi. A 500 csírt. Köszi, köszi. Hú, ez a ostor, geci, bazd meg. De jó, van valakinek valami ötlete esetleg? Most lehet ötletelni. Gyúgjuk össze a fejünket, gyúgjuk. És találjuk ki, hogy most mi a fasz van. Hol lehet a gyűrű? Azt írja nagy, hogy benne van. De hol? Hogyha miért csak itt nézel? Hol nézel, ügyek még, drága lutyikép? Hát azért, mert itt már mindent megné... Ez borotva. Mechanikus borotva tekercselése. Brutálisabb borotválkozás baltával. Mi? Na mindegy. Azt is akarom tudni. Hát de már mindenhol néz előttem. Érted? Ma mindenhol is végignéztem minden szart. Ma itt vagyok a házban fél, egy órája minimum. Le lehet húzni a WC-t? Tetszik mi? Köszi még egyszer Michael 500 csírt, köszi, köszi. Köszi, köszi. Ez nagyon jó belépő volt. Hát én nem értem, mi a faszom van. Van ez a porcelán szarom. Olló. Minek van olló? Érted? Mit ollózzak meg? Mi még egyszer? Még egyszer húzom le a WC-t? Te erre izgulsz, lötyikém? A WC lehúzásokra? Hogy gyorsan fel lehet izgítani téged. Elmegyek hozzád, most lehúzom a WC-t egy 10-szer. Aztán kimegyek, nos... Ez az. Gyerünk, húzz még tovább. Te disztó, oda néz. Ez jó volt, mi? Láttad, hogy lement a víz? Fenomenális. Na jó, inkább arról beszéljetek, hogy hol lehet ez a kurva gyűrű, oké? Okay? Hogy honnan találjuk ki innen a jelszavat, a kódot. Ez mi a csöcs? Hello! Azok ezt eddig fő sem kapcsoltam. Ott van egy faszos uborka. Béla bármi kint van utcán, nincs? Hát gondolkozz, van feszkóvasod, meg lötyieid, meg mit tudom én, ott volt a lakat. Nem kell valamilyen lelötyinteni, vagy feszíteni? Nem. Hát én arra gondoltam, hogy ezt ki kell találni, mivel... Na, látod? Azt mondta, túl nagy a zár, és nem tud átharapni rajta, oké? Okay? Szóval nem lehet harapdálni csak úgy. Ki tudok menni a folyosóra? Igen, ez baj. De milyen szekrényben mire a faszom rejtezik? Ja, hogy ide is ki tudunk menni. Jó, azért most már kezdek idegbe jönni amúgy. Ezt így el kell mondanom. Van feszítővasunk, van egy porcelán tégely, minden nagymamának legyen porcelán gyűjteménye. Igen. A palack a címkőből szagával ide a oldószer. De mi a faszomat oldjak föl vele? Egy rozsdás feszítővasnál kinyithatok vele valamit. Oldó, a fogás és a új kínzás. Hát ez nagyon sok minden info.
Tehát, hogyha lakatra rákapcsolok, azt írja, hogy... Я не знаю комбинацию. Не знаю комбинация. Не знаю. Tehát... Не nyolja kombinációt, azt mondja. Не знаю комбинация. Hova lehet lerakni a nagyinak a porcelányát, annak a büdös kurvának? Nincs valami még porcelán köcsög? Lehet, azt kéne megkeresni, nem? Hát igen, de hát igen, de... Похоже, что сегодня 12 марта... Ezt én is akartam keresni porcelánokat, de soha nem találtam. Mindenhol vodka van. De ezekkel se tudok mit kezdeni. Meg úgy itt a írásban azt írja, hogy gyűrű benne van, fiam. De hol? Mibe? Keresse meg a családi gyűrűt, tudja meg, mire rejtezik a szekrénybe. Ezek a feladatjaim. És valószínűleg ott kerestem, ahol eddig nem kerestem, mert valószínűleg ott lesz, ahol eddig nem volt. Köszönöm szépen, ennyit, Mak. Mindig van sokat segítesz. Olyan kedves fiatalember vagy. Ezt miért nem lehet szétbaszni ezt az egész írógépet a faszomba? Ollózd meg! Nem. Ezt... Nem. 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 Itt vannak ilyen porcelán szarok, de ez nem lehet csinálni semmit. Igen. És az a kérdés, hogy le kell menni meg a lépcsőház, vagy itt kell basztatnom valamit. Ez bizony nagyapám vázlata volt. Ezek a keresgélések mindenki készítenek. Vasaló. Hát valószínűleg vasaltak vele. Egyszer régen. Vagy hogyha a Feri bácsi, mit tudom én, rosszul viselkedett, akkor a nagyi jó fejbe baszta vele valaszt. Hello? Ez mi volt ez? Te ki a geci kapcsolta le azt a kurva lámpát, baszd meg? Itt szellemek járnak. Can you hear me? Hello? You are here? Szerintem mindent felvettem ott. Szerintem. Nyájkborotválkozok. Semmit nem lehet ide tenni. Nájne, nájne. Hát ez most már nagyon érdekes. Mert ugye ez egy támpontunk van, hogy azt írja, hogy a gyűrű benne van. Fiam. De hol? Azért, hogy fiam. Szóval ez a faterom. Írta ezt a üzenetet. Idegben jövök. Igen, Letti. Szia, hello. Hallgatlak. Dobja bele a kis porcelát. Vagy így a csepp. Mi a jó, büdös, nedves, húgyos fasz? Úristen! Nem lehet, hogy az öreg egy nem tiszta vodkás pillanatában beadta az aciba a gyűrítését, két hobbit is bebaszta egy vulkám. Az is lehet. Az is lehet.
Mi a fasz? De ki a tököm gondolt arra, hogy dobja bele a porcelánt, bazd meg, és hogy az főtre bassza így, érted? Istenem! Ekkora egy szart! Köszi, Letyi, köszi! És hallottátok? Itt valaki a gépen. Használd a gyűrűt! Frodo! Frodo! Használd a gyűrűt! Köszi, Letyi, a infót, köszi! Most megspóroltál nekünk egy 8 órát valószínűleg. Jó, használjuk a gyűrűt. Most nagyon nagy dolgokat fogunk találni vele. Hopp! Van valami? Mi a szar? Mi volt ez? Összeroppant a fal. Kezdi csókolom. Aha! Frederico! De mikor megforgattad, akkor zörgött benne. Igen! Na! Én nem is figyeltem amúgy az örgését. Hű, belementünk egy festménybe! Mi a szar? Szóval nem mint... Azt hittem ez a játék picit olyan lesz, mint a Layers of Fear amúgy. Abban reménykedtem, de azért ez egy nagyon-nagyon lightos verziója neki. Nagyon lightos. Nagy edény, zöld festék, minden fasza. Картина не дорисована. Не хватает краски. Tudja, hogy mi rejtezik a szekrény, találja ki a szükséges szint és fesse le a vásznat. Ezek a kérdések, meg ezek az izék, feladatok. Napocska? Szevasztok, hello! Hello, mi a helyzet? Minden rendben van? De ez ugyanúgy ez a lakás ki. Érted? Ugyanaz. Itt volt a fürdőszoba. Itt volt a bejárat. Aha! Apa itt volt, talán nyomokat hagyott. Tanulom, ez a kenyet, tehát gyűrű is. A jó büdös kurva anyát, szevasz! Skoro znáš, synok. Ты уже расплатился за него? Не совсем. Ты же знаешь, у меня на работе трудности. Neki nehézségei vannak a munkában, azt mondta a fiatalember. Pára. Ott vannak a festési zék. Jó, emeljük itt azért a játékot. Köcsög, üres edényt talán megtölthetem valami hasznossal. Mi a... Paunilo van ott lent, biztos. Paunilo. Oké. Szóval... Piros és sárga az narancssárga, zöld és piros az bordó, és piros és lila az lila. Na, löttyek vannak a falon. Ezt le kell fotóznom. Hopp. Így-e. Súgópanel. Nagyon szép. Картина не дорисована. Не хватает краски. Hiányzik a festék. Na, töltsd meg akkor valami hasznossal, majd ráfogod, hogy fehér festék. Most mit szeretnél vele csinálni? Sárga festék. Aha. Üres edény. Ja, akkor ezekbe kell a festéket. Yes, very good. Very good. Szóval van... Igen. Van már egy sárga edényünk, úgyhogy már másik kettőt kell megtölteni csak. Szóval mit szeretnél csinálni a gecis köcsöggel? Lötyi, szeretném ezt így megtudni. De minek nekem ennyi köcsög? Jött-e semmit? Ja, akkor rendben van. Miért tudok sprintelni?
Azért nagyon sok köcsögöt fölvette. Mind a... Aha, megint egy sárga köcsög. Antik műtárgy úgy tűnik csak a fele. A készlet megtelt. A faszom is. Mi? Szerintem nem is kell ennyi. Eldobom a faszomba. A piros festék fogy. Holnap csatlakozom a Kokinál horgászathoz, mivel most van a szezon, összegyűjtetek pár vödöröt. Az okker készletet is pótolni kell, narancsból és citromból szeretnék csendéletet készíteni. Ez egy nagy sárga festéken van. Üresedény. Na, szerintem ez a rész egy ilyen 8 óra múlva itten tovább jutok biztos. Most látom előre. Ah. Sárga festéket rábasztok, taposka, kész van, érted? Azta. Интересно, угадал ли я с цветом? Most ezt kérded? Hát egy sárga volt, ne legyél már ilyen izé. Kifestettük sárgára. Jól vetted a szint, tökéletes. Jó, és ezt mi a faszommal fessem ki? Nem is lehet. Hadika! Odafigyeljé! A hetedik hónapos Prime-os előbb szeretném, hogy legyen mindenkinek jó napja, még akarának is. Köszönjük szépen, Hadika! Ezt a jó kívánságot akár ezt a testvérnek, remélem látta. Köszi, köszi! A hetedik hónapos Prime-os előfizubizut. Na, ott meg valaki lovacskázik. Álljál meg, lovacska! Szóval, találj ki a szükség, fesse le a vásztat. Köszi még egyszer a hetediket! Köszi, köszi! Te nem jössz este likanszozni? Hadika, nincs kedved? Oda nézd, milyen finom kenyerek vannak ott arrafelé. No para. Most mire gondolsz? Kérdezd meg Ferikét, hogy fogja tudni, mire gondolok. Aha, szóval egy álló fasz kell lerajzolni. Vagy mi az? Most mi történik? Hello? Na várjál! Aha! Lehet, hogy ebben a világban kell kitalálnunk a kombinációt, hogy a fater milyen kombinációt nyomott. Azt a vajköpülőt oda nézed? Miket tudok, mi? Mozsár, meg minden vajköpülések, azért ott vagyok. Azt mondja, hogy ez egy csillag. Láttad valami csillagot? Baszok a napocskát le... De sárga szingeci, hát ez nem narancs, ügyi. Vagy igen? Lehet, hogy nem jól festettem le a napocskát, hogy ez nem sima sárga, hanem... Várj, most megnézem a kombinációt. Szerintetek ez narancs, vagy ez sárga szín? Mert piros és sárgából tudunk csinálni narancsot. Na, bazd meg. Ez az narancssárga, igen? Ne basszál fel. Akkor rosszul festettük meg a napocskát. Jó, akkor ő üres köcsökbe. Rakunk pirosat. Igen. Azt összekombináljuk a sárgával. Combine. Aha! Lehet belőle narancs. Beszarsz, behúgyozol, baszd meg. Nagyon komoly. Jó, visszamegyünk a napocskás. Ja, hogy ezért nem tudtam futni, a sprinteltem. Vagy googoltam. Jó, akkor a napocskát befestjük narancsra.
Седьмая его фасупо. Интересно, угадал ли я с цветом? Szerintem ezzel kellett volna festeni. Szerintem a sárga napocskát, nem darany sárga napocskát kell festeni, nem? Ez tuti sárgára kellett volna. Nem is kell darany sárga. Ez így jó. Sárgának kellnek lenni. Napnak. Jó, nézzük meg a következőt. Következő. Szóval... Bazzik, de itt meg tisztán nagyon sárga, nem? Én most ezt nem tudom eldönteni. Ja, az kurvára nagyon sárga. Nem vagyok színvak, de van meg ezek a színek. Ja, ez tudja, nem sárga. Ez narancs. Ez narancs. És ilyenkor eltűnik... Baszd meg, ilyenkor el... Úristen, ilyenkor eltűnik a festék. Most az a baj, hogy kéne találnom egy sárga festéket. Valahol. Meg van egy ilyen csillagom. Csillagom, csillagom! Ami nem tudom, milyen színre kéne kifesteni. Lilára. Olyan lilára, amit pirosból és kékből gyártunk. Ez milyen szín ez? Semmilyen. Ez a játék, ez már kezd kikészíteni. Mi van lent? Nem tudok levenni, hála Istennek. Ez is üres. Szóval piros és lila festékből tudunk csinálni a lilát. Olyan lilát, ami kell nekünk. Szóval piros és lila. De ez narancs, ez a nap amúgy, szerintem. Hát, hogyha megvilágítom, akkor sárga. Hát nekem az ilyen lilás, inkább mint kék. Na, de mindegy, ezért nevezek együtt. Szóval, megtöltöm ezt a köcsögöt. Így. Ezt egy bekombózom. Azt a kurva, milyen lila szint feste, és ezt abban a pillanatban megfestjük ilyen lilára. Nagyon gyönyörű, szép lila lett ez. Jó, aztán napocskát kéne átrajzolnunk narancssárgára. Csak az a probléma, hogy honnan szippantok föl sárga festéket most. Kéne még egy adag. Aha, megvan, jó. Jó. Faszántos, akkor pirossal, ugye. Nem tudom, hogy ennek most van-e értelme, hogy ezt csinálom. De milyen vásztat kell lefestenem, faszom? Ha mindegy. Jó, piros. Igen. Ezt összekombózom a sárgával. Lett narancs, nagyon jó. Befestjük a napocskát narancs színűre. Napocska festések. Kávé meg kihűz már 85 éve. Itt mag testvérszer, nem akarsz este jönni likánszózni? Likánszózni? Ne légyél már ilyen. Irigy. Valaki nem akar jönni likánszózni, srácok? Jó, ezt befessük. Narancsra. Úgy is van. Oké. Okay. Na, most kéne valami, ami még nem volt. De mit kell csinálnom?
Lehet, hogy ezeknek semmi értelmük nem volt, én az volt egy sárga festék, oda néz. Lehet, hogy semmi értelme nem volt, én ezeket befestettem most. Nani? Leesett a patkó. A patkó! A patkóny. Elmentsük. Jó, járjunk a gyűrűvel, lehet, hogy lesz valami akció. Ezúttal csendi lett, ott van a... Szomszédok is abba hagyták a közöntés, szerencsére. Krista! Szia Krista! 16. hónap, oda nézzé, figyeljé! Nagyon szépen köszi a 16. hónapot, Krista! Mizuka! Hello, hello! Картина не дорисована. Не хватает краски. Aha! Na jó, most be kell festenünk ezt a szart. Ezt a fát. De ezt most milyen színűre fessen be? Szerintem barnára? Arra kérdem. Logikusan. Ezt be lehet festeni fixen. Zöld és piros. De itt ez a festmény, ez be van festve ez a fa? Mert ezt nem lehetett. Köszi még egyszer Krista 16. hónapot. Köszi. Aha, jó, ez be van festve barnára, oké. Okay. Very big. Megyünk mind a gép. Mintha már lennénk olajozva, ért. Szóval piros és zöldből lesz barna. Igen, ezt bekombózzuk. Nagyon szép. És befestjük azt a szar barnára. És ezt a hármat kellett csak. Na. Egy ötös. Azt a jó büdös kurva agyát! Na bazd meg, a hideg is kirázott, tehát amikor megfordulsz, most ott vagy ilyen okedli. Istenem. Jó, akkor tudunk egy ötös. Akkor most ezt még háromszor meg kell csinálni, hogy meg tudjuk a kombinációt? Ide. Я бот цафл. Hello. Я не знаю комбинацию. Nem három, jó, hála Isten, három számos kombináció van ezért, fiatal emberek, három számú kombináció. Ötös. Vagy több festménybe kéne bemennünk? Várjátok, ezt most megnézem. Sziasztok, azt a kurva! Oké, balhára eldurrant. Elnézést kívánok. Kezdődik. Na, pont mondtam Lütyinek, hogy ez, hogy itt semmi jumpscare-ek nincsenek, érted? Gyűrű van nálam, nem félek használni, de buzi víz. Tossz meg. Aha! Következő festmény. Ott leselkedik valaki a fa mögött, valami csöves lokellé, nézzétek meg. Látlok ám köcsög? Vagy ez csak egy... ja. Nagyon szép ez a Riona hajó, nagyon szép. Впереди у дерева что-то есть.
Van valami a fa előtt, azt mondja. Itt a kalapja annak a köcsögnek. Amúgy lehet, hogy ez a faterom. 25N71V. Én mindig mondom, srácok, Discordon várom a gyerekkori képeket, lehet durrantani a Namuti a képekbe. Amikor egy-két éves tinkivinkik voltatok, lehet Discordra rakni a képeket, és majd nagyon megnézem meg a stream után. Hajrá! Azt mondja, tudja, hogy mire... Ja, ez mindig ez a szar. Jó, és micsoda? Mell... Nem, nem mell. Nem, valószínűleg nem. És ezzel irányít? Tudok valamit kezdeni? Semmit, mi? De itt most mi a feladat? Mi lehetni feladat itten? A nagy pusztaságban. Most induljak el valamire? Elfáradtam. Vajon meddig enged a játék elfutni, de most komolyan? Ez mekkora szar már? Наверное, не стоит мне уходить так далеко. Rendben, rendben vettem. A szürkületek vannak meg már minden itten. Nem szabad olyan messzire mennem, mondta a fiatal ember. Jó, de akkor hova? Van nekünk egy útirányunk. Van nekünk egy útirányunk, ami ott van a sziklán rajta. Lehet, hogy arra kéne elindulni. Hát de most honnan tudjam azt, hogy a szó vezet? Hidratálok. N? Észak és 71 nyugat, vagy mi a faszom ez? Aha! Baszik, itt vannak a lábnyomok. Oké, meg vagyok. Nem vettem észre, itt vannak a lábnyomok. Ha elnézsz, irat, hogy van valami a fa előtt. Na, én meg pont a lábnyomokat vettem észre. Úgyhogy valakit erre elsétált valami fiatal ember. Hát ez elég furcsa horrors játék. De nem kell mindig ilyen nagyon jumpscare-eset érted, igaz? Aha! Ez lesz az, amit keresünk. Zaklinyila. Zaklinyila? Na majd mindjárt főfeszítve be. Oda néz. Na bassz meg! Ki gondolta volna, hogy egy létre van a sivatag közepi belefele. Jó fasza. Halló? Kalapácsok, minden ásó, kap a nagy harang.
Na, tudjátok, hova költöznék? Pont mondtam, hogy a múltkor. Lássátok ezt a kis pumát itt fönt? Valahova ide fönt, itt erre a pontra szeretnék, és itt mindig ilyen 10 fok van. Itt nagyon jó időjárás van. Vagy erre a kis szigetecskére, ugye ez Izland, azt hiszem. És fölötte meg Grönland. Ha jól vágom a dolgokat. És itt nagyon jó idők vannak. Видимо, это доска отца. Он тоже пытался разобраться во всем. Mit próbált kitalálni apám, azt mondja? Átkozott étel. Mit kéne ide rakni a táblánkra most? Állandóan csak kérdések. Várj, lehet, hogy gyűrűbe kell megnézni, bazd meg. Muti? Gyűrű. Nem vibrál? Semmi? Baszik, kezd mozdulni a gyűrű. Nyilván ez apám, ő is megpróbálta kitalálni. Jó, mi a feladatunk? Tudja, hogy mi rejtezik a szekrényben. Basza. Jó, mi kellhet rárakni a táblára? Na, valami ötlet, srácok? Mit nem látok, mit nem nézek meg? A 17. században kezdődött. Basz meg! A jó büdös kurva anyát picsáját, te fasz! Hú, basz meg! Hú, hogy az a... Basz meg! Hello! Szász Alexovics! Itt szépen érted, nézem, csík! Arra mutat! A kurva anyát! Te húzifasz, takarodj innen! Köcsög. Hú. De ez előbbi nem állt itt. Ez a szönytelen. Hát itt jöttem. Csak a szüleim esküvői fotóit találtam meg, nem tudom hol vannak a képek rólunk. Úristen, nincsenek meg a gyerekkori képeiteket, a kessa. Az már Turbánszki. Jó is ezzel még mindig nem lettem előbbre. Hogy elment ez a faszképű minden. De te most azóta keresed a képeket amúgy? Ja.
Na és most ezzel most én most mit értem el, hogy megijesztett ez a köcsök, he? Tá, tará, tará. Nem értem. Csak annyi volt, hogy beszartam. Ugyanúgy nem lehet érni semmit. Igen, azt elérték. Szépen befostam. Jól irányzott hatást elérték nálam. Pajszél nem bontja ki a falat? Az a baj, nem lehet ránézni. Nem írja ki ezt a ikont, látod? Szóval nem írja ki ezt a ikont. De igen, arra mutat ez a szar, de vagy mintha csak azért mutatta oda, hogy megijedjünk, érted? Szóval... nem írja ki ezt a ikont itt, hogy itt valamit lehetne csinálni itt a falba. Elfogyott a kerozin! Micsoda! Az baj! Az baj! Úristen, ez most mi lesz velem? Nagyon vígan el volt, amit érted. Most mi legyen? Visszamünk a hajóhoz, nem tudom más csinálni. Jó, arra rájöttünk, hogy ezekből a festményekből fogjuk kitalálni a kódot. A ajtóhoz, amit majd kinyitunk. Az a baj, hogy itt nem teljesítettük azt, amit kéne. Nem tudom, mit kéne teljesíteni. De legalább írd a valami fos feladatot, érted? Hogy húzd le a gatyát, vagy valami. Volt kód a térképen? És lehet ennek köze van hozzá? Na várjál. 25, ezt a fényképezem. Ja, de, jaj, tudom milyen kódra gondolsz. Tudom milyen kódra gondolsz. Az nem olyan. Itt a festményekből kijöve, hogyha megcsináljuk ezt a egyik festményt, akkor ott fogunk kapni egy kódot. Tudja, hogy ott kell valamit lent csinálni, de hogy mi a faszomat? Ugye arra vezetnek a dolgok. Ez egy igazi rejtély ez a játék. Tiszta Scooby-Doo amúgy. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Most azt nézem, nem az a csasziklák. Na, azon elég baj, hogy elfogyott a kerozinunk, srácok. Mivel most már nem tudok világítani. Úgy az probléma. Mert hülye fejemben világítottam mindenhol is. Úgyhogy most már lófaszt nem fog látni. Csak azt mondom, hogy gyűrűvel tudok szórakozni. Na, de ide valamit be tudnánk tenni. Mivel van itt valami el? De mit? Lehet, hogy ezt kéne, de ebből még nincs meg a másik darab. Valamit biztos, hogy elhagytunk. De valamit elbasztam.
szétvet a hidegbá. Tadá! Olló. Még itt ezek a oldószerek is itt vannak, ezek is fölbasznak, ha nem tudom mit kell vele csinálni. Valaki elárulta a nagyapámat, ez vitte a sírba. Nem vágom. Valakinek valami ötlet esetleg? Hogy haladjunk picit. Hát mindegy, visszamegyünk. Visszadurrantom magam a képbe. És megnézem, hogy át lehet menni egy másik képbe. Floggo. Köszi a követést, köszi, köszi. Mit fog a kezembe? Egy péniszgyűrűt. Ezt rá szoktam húzni a tökömre, és akkor világét tehet, hogyha egy nőstény van a közelembe. De most csak most a kezembe tartom, hogy lássátok. Kacsibe! Mi a fasz? Ez mi a szar? Tudtad, hogy ezt fogom mondani, igen? Pedig ezt most találtam ki így hirtelen. Még ezek a hangok. Kezi csókolom, van otthon valaki? Hello! Na-na-na! Itt úgy érzem, hogy rosszba sártikálok itt a emberek, hello! Nincs lámpa a kezembe sajnos. Meg tudom gyújtani egy gyertyát. Becsukták a szekrényt. Melyiket? Azok van itt 81 szekrény. Ezt te? Ezt csukták be? Van olyan feladatom, hogy tudjam meg, mi rejtezik. Én nem akarom megtudni, mi rejtezik ezek. Ú, passz, meg nem merem kinyitni. Világít, hol? Ereje. Van csak ennyi infót a... Ah! Hello! Mi a szar? Hello! Jó napot kívánok! Hello, hello! Похоже на огромную лужу чернил. Na most te! Figyelj ide, tinta! Nesze, feloldak, mint a szart! Nesze! Persze, hogy nem. De nem, csak vicceltem. Vicceltem, nem akarnak feloldani. Mi a picsa ez a játék? Na most már komolyan. 57. április 1. Éjszaka a konyhában zajló zajra ébredtem. Apám volt az. Ceruzával a vázatot rajzolt egy papírra a szurok sötétbe. Csak a gyertya fénye világította meg üres szemét. Amint észrevett, azonnal ágyba küldött, és engem már félte megkérdezni erről az azt a kurva milyen levél ezt át, mindjárt beszarok. Hát ebben annyi tragédia volt, hogy... Le is fogytam 20 kilót. Oda nézd, milyen kukija van neki! Kis kuki. Ez biztos ázsiai fiatalember volt ez. Hiányoznak a mutatók. Aha! Ja igen, tényleg. Később kéne visszatérnem, akkor megtalálom a megfelelő dolgokat.
De hogy? Itt az a kérdés, hogy hol a faszomba találom meg. Tiszta rongy. Сухой тряпкой это не оттереть. Тут нужно специальное средство. Micsoda tisztítási erő. Na most már legalább tudom, mire van ez a szar. Meg kell értenem, hogyan kapcsolódnak egymásra a órák és a melszobrok. Hát gondolom egyik a perc, másik a óramutató lesz. Похоже на огромную лужу чернил. На суэб? Ez mi a fasú ez? Ebben a világban fognak lenni mutatók. Jó, hogy ezt tudom többször is használni. Ah! Az very big. Mi az, hogy nincs hova? Szájba basszalak? Normális vagy? Na, azért. És ez mire jó, hogy ezt eltakarítottam, ezt a pacát innen? Leszopó-e? Leszopó-e? Ez egy ajtó? Vagy ez egy lift? Vagy mi a tököm ez? És még lehet, hogy első világban se találtam volna meg valamit, lehet le kellett volna menni ott a pöcs után. Csak én visszajöttem. Mindig kell, hogy belebújt a szoborba. Miért nem működik egyre? Láttad, milyen szépen főtakarítottam, buzi? Jó, valaki lefényképezett. Valami köcsög. Valami köcsög lefényképezett. Na jó, van, itt meg kell találni... Mi majd ennek a rejtvényért... Hogy was ist das? Szerintem nekünk innen hiányoznak dolgok mindenképpen. Ezt most... Kellett oda valami eszkerozin. Azt azért mondta, hogy mert fel akartam nyitni a lámpát. Csak nincs kerozinom. Jó, ezt a ajtót én hogyan rá... banyítottam ki most? Hello! Szevasztok! Hello, hello! Mi a helyzet? Mert azért, mert felszippantottam összes azt a szart. Nem tudom, én nyit ki az ajtó. Földgömb. Igen? Jó, és ide bejönni mi a tököm értelme volt? Mondjál valaki, már meséljel nekem valaki, légy szíves, könyörgök. Ez a játék készítő biztos sok ganzsát szívott, mire megcsinálta ezt a játékot, bazd meg. Ez ki akar készíteni engem idegileg? Az igaz. Hát ott 200-ikban vagy. A gyűrűt mindig elfejtem. Az se jó.
Jó, biztos fog, mert szerintem valamelyik világban meg kell találnunk nekünk a óramutatót. Az fix. Hogy ide be tudjuk helyezni majd. Nem lehet órát szét, vagy ez, ez legyen. Milyen jó lett volna, ketté választottam, és egyik és óramutató lett volna, érted. No, mindegy. Ez nem tudom, mi lényege van ennek a ajtónak itt, hogy ez kinyit. De hogy itt nincs fasz se, az is biztos. De azokat kéne forgatni. De biztos vagyok benne, hogy ide kell, hát mondja, hogy vannak mutatók, amik kellenek ide. Hiányoznak a mutatók. Úgyhogy hiába forgatom szerintem a fejeket bárhova. Na mindegy, visszamegyünk. Próba. Visszamegyünk a legelső világba, ahol voltunk. Ott abban, ahol festeni kellett. Kéne kerozin. Az lehet nem lenne hülyeség, hogyha találnánk. Kerozinka. Mit írt? Nem írtatok nekünk valami üzenetet? Használ a gyűrűt. Szekrény. Szekrény! Szekrény! Mondd, hogy nem az én. Kurva anyát, picsáját, te faszcopó! Köcsög gyerek. Jó, most mindenki örül. Annyira ez a hang volt folyamatosan. Alig várta, hogy megbaszhassam már. Ez a pöcs. Na, most, hogy mindenki lenyugodott. Hangyú, százszor gyújtsa meg ezt a gyertyát már. Úgy itt van egy ötösünk. Arra vagyok kíváncsi, hogy visszatudunk menni ebbe? És mi visszatudunk menni ebbe? Úgyhogy arra vagyok kíváncsi, hogy oda, ahova lement ez a pöcskalapos köcsög, hogy oda lejje tudunk most menni. Lehet, hogy ott elhagytunk valamit, mert oda még nem mentünk le. Gyorsan kiderül. Úgy ide ment le a fiatal ember. Nem, jó. Nem tudunk lemenni. Jó, akkor azt kéne kideríteni, hogy abban a homokos hajós részben, hogy ott mi a tökömet kell csinálni. Mert valószínűleg ott fogjuk tudni megszerezni a mutatókat. Majd a órához. Mert ott így, itt van egy ötösünk, ami majd fog kelleni a kombinációhoz ide. A következő útirányunk az ez a kép volt. Mi a szar? Na várj, de ez már... Ez már négy kép? Nani? Na várj, ez most... Ez most fura. Drágám,
A fiunk megint elkezdte elrejteni a dolgainkat. A bújóska szeretete hamarosan megőrült. Az edények, a díszek és az ételek kezdtek eltűnni a házból. Legutóbb a padlásunkon lévő szénakazalban találtam meg a kandalló szoba kulcsát. Kélek, beszélj vele, nem törődik velem. A padlásunkon? Szénakazalba? Új feladat? Oda néz. Ellenőrizze a szénakazat a padláson. Itt legalább van feladat. Nagyon jó. A festett környezet. Kerozin nélkül. Nem látunk semmit. De az egy gyufa van. És mi a faszom, hogy gyújtsa meg bele? Például a gyertyát? Nagyon jó. Na, szóval padlások, ő benne menni padlás. Hol a padlás? Hello? Ez is okolom. Semmit nem látok. Sötét van. Semmi baj. Nem kell látni. Nem tudom, minek. Na. Ez valami nagyon pervers köcsög lehet, folyamatosan fotózgat. Na, itt van ez a kalapos köcsög, lássátok? Ez kerget engem itt folyamatosan. Ez a buzi víz. Ez mi a szar? Viasz darab. Biztosan van benne valami, remélem forrásban lévő vízzel le tudom mosni. Le kell fosni. Svarovic szimbólum föld és egyetemes tűz erejét képviseli. Az életfa szimbólum egy szláv védikus szimbólum. A 12 hegyes kereszt szimbólum célja. Na jó, akkor ezt be kell rakni nekünk a víz alá. Yes? Yes. Hello. És így elállítom? Nem lehet. Jó, víz alá kell berakni. Azt mondta, le kell mosni. Nem fél a tűzfényétől nagyon jó. Nem tudom micsoda, de nem fél tőle. Nincs nálam tűz annyira, úgyhogy semmi baj. Jó napot kívánok, ez is okolom, nagyon szép tetszik lenni máma. Félik, mint a nap. Megmutassa a pináját. Nézzük meg. Nem, semmi. Na mindegy. Na, főttünk a padlásra. A padlás. Azért a játékot elmentjük. Nyissi meg neki ezt az ajtót. Hoppá! Tudod, itt lesz Freddy vagy valaki. Как они забросили сено так высоко? Most komolyan az aggaszt a legjobb, hogy hogy dobták azt a kurva szénát ilyen magasra? Azért volna legjobb, hogy ebben van a kulcs, aztán húzhatunk a faszomba, de persze nem így van. Mi a szar? Ez mi a szar volt, Dick? Rendes, elhajultam. Ez mi volt ez? Rendes, jött felém, érted? Lehet, ezt én... Ja, már értem, jó. Hol van még szalma, amit le kéne égetni? Egy szalma, ki ott van a fönt, de az, hogy a faszomban, meg ott is van hátul. Kéne lenni még egy ilyen lógógecinek, nem? Bezon, bezony. Gyere ide. Álljál meg! Köszönöm. Oda mehetsz, nagyon szép. Az is oda. Dérdorsz, kandursz. Azt, ahogy meglöktem. Feladat elvégezve.
Keresse meg az óramutatóit, oda nézzél. Lássátok, mondtam, hogy ez... A régi kulcs agyakban találnak, tudom tisztítani vízzel. Na, ezt is vízzel kell tisztítanom. Hú, ez kurvára idegesítem, úgyhogy nincsen kerozinom és nem látok fas se. Mert még azt sem látom, hogy lehet, hogy van itt kerozin, csak nem látom, hogy hol. És ennyi... És ennyi volt. Szóval találtunk kettő olyan cuccot, amit le kell mosni. Biztos van benne valami a viasz darabba. És még ebbe is van egy kulcs. Úgyhogy kell nekünk valami csapvez. Csapvez. Csapvizecske. Na, meg sikíjjál otten te. Nézzé. Nem akartam megmutatni a pinát. Mi a helyzet, fiúkák és lányoskák? Nyipatej otca. Ide kell majd a kulcs. Nyipatej otca. Jó, persze. Sírjál, íjjál. Ez mi a szar ez? Gyufa. Mondjanak nekem valakit, nem valakit, valamit, mert... Gyertek az ilyenkor szarok. Kell a visszaigazolás, hogy szia. Itt nincs egy csapvíz, vagy valami? Ha? Hello? Ez hova a tökönbe vezet? Na hát rendjük soléka, szia! És kettő achievementeket csinálom. Bocs. Az igen. Része annak a napnak, amit apám, igen. Van még egy festmény a lakásunkban, és mindez azért, mert apám befejezte az új festményét, amelyet az anyjával való utazás után azonnal a 15-öt mutat. 100. konyha és minden zöld furcsa. Március 15. Majdnem akkor születtem. Egy nappal később odanék. Azt a kurva életbe, mi a faszom! Semmi baj. Nagyon szépen köszi Felix-el. Köszönöm szépen a 300-os ijesztést. Köszi. Köszi, hogy velem vagy. És szerelmes vagy belém. Köszi. Köszönöm szépen. És most picit így. Nem tudom. Igen, ez ilyen ébresztő volt. Csak az nem a jó érzés, amikor átfut rajtad a hideg. Oroszlány. Nyipatej otca. Rá kéne érni Szogira meg Dávidra, hogy mi a fasz van velük, srácok. Na akarjátok? Felix-e. Mi a faszom? Jó, azért már ez már elég volt, ami a faszomból. Mi történt? Rendbe. Hogy jönnek este, csak erre vagyok kíváncsi. Stéből lesz súlyos, csak köszönöm szépen még egyszer Felix-e. Már 1300-at. Azt hiszem. Köfi, köfi. Na, szóval kell nekünk egy csapvíz. Valami víz. Azt gondolom, otthon majd meg tudjuk oldani. A konyhában vagy a főzőkben egy kibaszott csapvíz sehol sincsen. Mondjuk nem tudom milyen korban lehet, de gondolom, hogy nincs csap. Még. Ez mi volt ez? Hello! Jó, jött egy hang, semmit nem láttam, hogy